Üdvözlöm Önöket, kezdődik a kilátó. 2021 a vírus elleni küzdelemről szólt, ennek ellenére a megye gazdasága jól teljesített. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara 63. küldött gyűlésén a múlt összegzése mellett a jövő kihívásairól is szó volt. Most köszöntöm a stúdióban Bihal Tamást, a BOKIK elnökét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan összegezné a tavalyi évet a gazdaság szempontjából itt a megyében? A vírus mindnyájunk életét megkeserítette, a vállalatokét is természetesen. Súlyos károkat is okozott, de a végeredmény az pozitív. A megye gazdasága 2021 végére többségében eredményesen zárta a gazdasági évet. Ez még a turisztika, vendéglátás szektorra is igaz. Úgy mértük 2021 tavaszán, hogy újraindulhat a gazdaság, ennek számos feltételét kellett megteremtenie a kormánynak, a vállalatoknak, és azt tapasztaltuk, hogy a visszapattanás az erős és gyors volt. Ez egy nagyon pozitív hír, és a megye gazdasága 2021-ben több eredményt, nyereséget termelt, mint korábban bármikor. Igaz, hogy ez a vegyipar és a gépipar kiemelkedő teljesítményének köszönhető, ez a két meghatározó húzóágazata a megyénknek, de összességében az eredmény az, hogy a megye, mint ahogy Magyarország egésze is, átvészelte, mondhatnám, hogy legyőzte a vírust. Ugye a turizmus és vendéglátást említette, hiszen a korábbi időszakban is beszélgettünk már arról, hogy talán ez volt az az ágazat, amelyet a legjobban megviselte ez az elmúlt két év. Mely ágazatok voltak még azok, amelyeknek nehezebben sikerült egy picit fölvenni ezt a gyors lendületet, amit ön is említett? Hát a szolgáltatások azon része, amelyik személyes kontaktust igényel, cipész, órás, fodrász, sorolhatnám. Ott jelentős volt a megtorpanás, és az újra indulás is nem volt olyan egyszerű. A kereskedelemnek az a része, ami nem az élelmiszer kereskedelemmel függ össze, tehát ruházat, adott esetben iparcikk, de például az iparcikken belül is a szerszámok vagy a lakosság barkács életét segítő eszközök iránti kereslet az brutálisan megnőtt, és az élelmiszerkereskedelem is nyilván alapvetően jó évet zárt. Az ipar egésze, az pedig azt tudom mondani, hogy ugyanúgy teljesített, mint 2019-ben, esetenként még erősebb volt ez a gazdasági teljesítmény. És ugye újabb kihívással kellett szembenézni, hiszen amikor már azt hittük, hogy a koronavírusnak lassan leágazóban van, akkor jött a háború, és ennek ma még talán, sőt biztosan nem is tudjuk, hogy milyen következményei lesznek, főleg, hogyha mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyét nézzük, azt biztosan tudjuk, hogy lesznek következményei. Mit lehet sejteni? Milyen számítások, elképzelések, jóslatok vannak? Hát február 19-én kötöttünk a magyar kormánnyal egy megállapodást, mint magyar kamara. Ugye akkor még nem volt háborús helyzet, egy héttel később indult meg ez a rendkívül súlyos konfliktus a szomszédunkban. Én azt látom, hogy egyelőre mindenki kicsit tanácstalan, hisz a anyagbeszerzések megnehezettek, az ellátási láncok töredeznek, és hát a legmarkánsabb a brutális emelkedés és a energiafüggőséggel kapcsolatos kérdések sora. Teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar ipar, de Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipara is alapvető energiaszolgáltatások nélkül, amik jellemzően Oroszországból jönnek, nem tud működni. Az ilyen típusú átállás az hosszú éveket vesz igénybe. Én nem vagyok ennek a szakértője, de ez egy rendkívül kritikus helyzet. Nyilván mindenki a segítségnyújtás volt az első reflex, amit tapasztaltam a cégeknél. Nagyon sokan jelentkeztek, hogy hol lehet támogatni, segíteni, befogadni menekülteket. Ez egy nagyon helyes, nyilván a kamara azt szeretné leginkább szervezni, hogy aki itt van és munkát keres, Ukrajnából áttelepült, vagy Kárpátaljáról áttelepült,
annak a vállalati háttere biztosítva legyen. Nyugodtan mondhatom, hogy biztosítva van, sőt, sokkal több embert tudnának a cégek foglalkoztatni. Ami a konkrét hatásait illeti, valóban kiszámíthatatlan, nem tudjuk, mi lesz a élelmiszer ellátással, hisz Ukrajna Európa egyik élelmiszer ellátó helye. Az étolaj tekintetében az egyes számítások szerint 80%-os, de minimum 50% körüli. Nyilván ezeknek a hiánya, ezek súlyos traumát okozhatnak, drágulást okozhatnak, az infláció ezen a területen is igen jelentős, hisz 3 hónappal ezelőtt 500 forint volt körülbelül egy liter étolaj, mára ez már 1100 forint körül van. Igaz, hogy ez az ástoppos kategória, de ez is nyilván problémákat okoz a vállalkozások körében. És a fém, a fa, és lehetne sorolni azokat a termékeket, amelyeknek a beszerzése megnehezült, hisz az eddigi csatornák azok megszűntek, és ennek a pótlása, új szállítási lehetőségek keresése óriási energiát, esetenként többletköltséget jelent. Akkor adódik a kérdés, hogy milyen pénzügyi forrásokra számíthatnak a vállalkozások mondjuk ebben az évben? Hát ugye ez sem egy egyszerű kérdés, mert a 2021-ben sokféle intézkedésnek köszönhetően kijelenthetjük 2021 elteltével, hogy az olcsó hitelek időszaka lejárt. Részben az infláció is húzza ezt, tehát a jegybanki alapkamat és a kereskedelmi bankok kamatai azok soha nem látott magasságokban vannak. Ami a kamara részéről a legkézenfekvő, mondhatnám, hogy kamarai kezelés, ez a Széchenyi kártya, ez nagyon sok vállalkozásnak segített, elképesztő forgalmat bonyolított a kamara és a VOSZ a Széchenyi kártya kibocsátásában a partner kereskedelmi bankokkal együtt. És hát az Európai Uniós források is sokat számítanának, de ezeknek a pillanatnyi helyzetéről még pontos információk nincsenek. A kamara mindezek tükrében, amiről eddig tudtunk beszélni, hogyan tud működni, hogyan tudja támogatni, segíteni a vállalkozásokat? Hát a kamara az egy olyan szervezet, amelyik részben állami feladatokat vesz át és lát el, és rengeteg szolgáltatást, információt próbál a cégek számára biztosítani, reméljük, hogy hasznosan. A 2020-21-es vírusválság megtanított bennünket az internetes világ tökéletes kihasználására, tehát online közlekedünk a cégek többségével, információt adunk, információkat kérünk és lobbizunk ezek alapján, hogy hol szorít leginkább a cipő, és megvannak azok a csatornák, fórumok, ahol a kormányzati szereplőkkel ezt megtudtuk és meg tudjuk beszélni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván a kamara a 2022-es stratégiájában megjelöli azokat a kiemelt csomópontokat, ami a gazdaság és a vállalkozások számára fontos. Ugye itt a digitalizáció, mondhatnám, hogy sláger téma, de hát valószínű, hogy tudomásul kell venni most már egyértelműen, hogy enélkül nincs új világ. Ezt 2020 és 2021-ben egyébként nagyon jól megtanultuk, azt gondolom azok is, akik eddig ebben nem voltak igazán járatosak. Van a kamarának egy programja, a Modern Vállalkozások programja, amelyik a cégek digitalizációs fejlesztését segíti információval, személyes látogatásokkal, és ezen keresztül kedvezményes hitel és uniós forrás elérhetőségek is kapcsolódnak ehhez a kérdéshez. Hasonlóan nagyon fontos tegnapi küldöttgyűlésünknek témája volt a klímaváltozás, a zöld gazdasággal kapcsolatos kérdések. Látható, ez minden ember érzékeli, hogy enélkül nem fogunk tudni működni a jövőben. Nagyon komoly klímapolitikai célkitűzések vannak az Európai Unióban és Magyarországon is, és ahhoz, hogy ezt teljesítsük, még ha ez 2050, sok esetben a végdátum, már most meg kell kezdeni azokat a lépéseket, amelyik a
zöld energiák felé és a jóval hatékonyabb energiafelhasználás felé viszi a vállalkozásokat is. Ez egy program, ebben is a kamara tevékeny résztvevő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, és azt remélem, hogy ebből minél több vállalkozás rengeteg információt, esetenként pedig plusz forrásokat is remélhet. Meg szeretném még említeni az oktatást és az innovációt, ez esetenként kéz a kézbe jár. Ez egy megint olyan terület, amelyet folyamatosan szoktunk mondani, de látni kell, hogy innováció, innoválás, megújulás nélkül nem lesz versenyképes gazdaságunk, és az egyes cégek szintjén sem lesz versenyképes termékprodukció szolgáltatás. Ezen is nagyon sokat kell dolgozni, mindenek előtt itt a egyetemmel, a tudományos területekkel szeretnénk a vállalkozásokat összehozni. Eddig ez csak a nagyok játszótere volt, azt gondolom, hogy egyre több kis-középvállalkozásnak be kell ebbe a folyamatba kapcsolódni. És hát a oktatás, ugye a szakképzés, a duális képzés szeretnénk teljes erővel tovább folytatni. Munkaerő hiány van a cégeknél, és ennek a hiánynak a pótlása, ellátása elsősorban az oktatás területén történhet meg. Egy picit térjünk már vissza a környezetvédelemre, ugye említette, hogy már vannak célkitűzések, törekvések, amelyek meghatározásra kerültek. Néhány konkrét példát, hogy hogyan tudnak működni majd akár a nagy, akár a kis cégek környezet tudatosabban? Hát javaslom mindenkinek, hogy a tegnapi előadást, amit Potos Barbara, a helyettes államtitkár asszony tartott a ITM-ből, egy nagyszerű prezentáció, ez rajta van a kamara honlapján, ott a konkrét célkitűzések és konkrét számok is szerepelnek. Nagyon bonyolult fogalmak ezek, eddig ezt legalábbis azt gondolom, hogy nagyon sokan nem használtuk. De nyilván a káros anyagok kibocsátása, az energiákkal kapcsolatos teljesen új felhasználások, itt gondolok itt a geotermikus energiára, vagy a különféle napelemek által elérhető energiákra. Ezt a cégek életébe napi gyakorlatként kell kezelni, mert földgázzal és a gázzal, olajjal megtermelt elektromos árammal már nem lehet a régi módon gazdálkodni. Az Európai Unióból egész szörnyű javaslatok születnek, hogy hogyan kellene itt takarékoskodni. Ez a program ezt próbálja segíteni, szemléletformál is, információt is ad, ez nagyon fontos, a kamara fő feladata egyébként ebben a programban ez, és a kitűzött célokat, az pedig a kormány feladata, hogy figyelje, hogy hogyan csökkennek a kibocsátások, és hogyan tudjuk a megfelelő energiahatékonyságot elérni. A kamara tevékenységére egy picit térjünk vissza. Konkrétan arra gondolok, hogy 2021-ben nőtte a taglétszám. Hogyha igen, akkor ez mit jelent? Nőtt a taglétszám, egészen pontosan 126 fővel, ez nem kis szám, főleg egy olyan időszakban, amikor a válság és a kicsit a kilátástalanság is úrrá lett a gazdaság szereplőin is. Ezt egy rendkívül pozitív üzenetnek tartom, és ezzel egyidejűleg természetesen a vállalatok tagdíj fizetési mértéke is nőtt. Ezt is nagyon nagyra értékelem, hisz a nehézségek mellett a cégek azok inkább erősebben kötődnek a kamarához. Nyilván az előbb említett okok miatt közösen kell küzdeni, harcolni azért, hogy a minden egyes cég vállalkozás versenyképessége, talpon maradása az biztosítva legyen. És ahogy a megye gazdasága jó teljesítménnyel zárt 2021-ben, így elmondhatom, hogy a kamara is jó teljesítménnyel zárt. Talán ebben a stúdióban is beszéltünk a kamarai székház felújításáról, mert 2019 végére befejeztünk, és annak a pénzügyi terheit, a hitelfelvételeit teljes mértékben rendezni tudtuk. Tehát 2022-ben a kamara egy stabil, erős pénzügyi lábakon álló szervezet. Bihar Tamásnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, tartsanak továbbra is velünk a következő percekben. Juhász István kollégám beszélget a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia szakmai igazgatójával. Köszöntöm a kilátó nézőit!
És rendszeres nézőink már tapasztalhatták, hogy időnként bebecsempészünk a közéleti magazinba is sport témákat, így lesz ez ezúttal is, és éppen ezért köszöntöm a stúdióban most Maier Pétert, a DVTK Jeges Medvék Jégkorong Sportakadémia szakmai igazgatóját. Szervusz Péter, köszi, hogy belátogattál hozzánk. A téma pedig az, hogy egy nagyon komoly szakmai előrelépést könyvelhettek el a DVTK Jeges Medvék házatáján, ugyanis az ország többi helyszínéhez hasonlóan itt is elkezdődött az akadémiai képzés, és a szürke hétköznapok után, amik ugye a bajnoki menetrendet jelentik, most egy nagyon különleges ünnepi esemény zajlik ezekben a napokban, ugyanis az akadémiai rendszer első nemzetközi jégkorong tornáját az U16-os korosztálynak szervezte meg a klub, és már túl is vannak a macik az első meccsen, az első tapasztalatokon. Úgyhogy még mielőtt magáról a tornáról, annak a nagyon ritka, különleges sporteseménynek a hasznáról kérdezném a stúdió vendégünket, rögtön így bele a közepébe, Péter. A Helsinki együttese ellen játszották a macik az első meccset, és ha számszakilag nézzük az eredményt, akkor 3-1-re a finn vendégek nyertek. De mégis azért az a kép, amit mutatott magáról a DVTK U16-os csapata, én szerintem az nagyon tisztességes volt, így első lépésnek nagyon jónak nevezhető. Egyet értesz-e velem? Úgy gondolom, hogy egyet tudok érteni. Ugye gyerekekről van szó, ez a 2007-2008-as születésű korosztály, ez a jövő évi következő szezonnak az U16 gárdái minden csapatból, és hát a Helsinki IFK az a finn hokinak az egyik top klubja, tradicionális top klubja, talán a nézők is hírekből értesülhettek róla, hogy egy kooperációs, meg partneri együttműködést is kötöttünk az elmúlt hetekben velük. Ennek egyik része volt már ez a meghívás is, hogy ők most itt vannak nálunk, és elfogadták a torna meghívásunkat. És hát magára a meccsre az eredmény az fontos dolog, de ezek a tornák nem ezért kerülnek megszervezésre, hogy mondjuk feltétlenül éremgyűjtési szándékkal érkeznek a csapatok. Nyilván tudunk örülni annak, hogyha a gyerekek ügyesek, de alapvetően erőmérők ezek, hogy különböző kultúrákból, jégkorong kultúrákból, pláne hogyha nálunk előrébb járó országokból tudunk ellenfelet kreálni a sajátjainknak, akkor sokkal hitelesebb képet kapunk arról, hogy hol járunk, merre kell fejleszteni leginkább a gyerekeket, és hogy kik azok, akiket utol kell érni. Nekem is nagyon tetszett ez a tegnapi meccs. Várták az ifjak, hogy vajon milyen lesz ez. Mindig van ebben egyfajta nagy kérdőjel az ő kis fejükben is, hogy akkor ez most mennyire vagyunk távol, vagy mennyire vagyunk közel. És azért azt látni kell, hogy ezek mindenképpen nyomot hagyó impulzusok, hogyha egy olimpiai bajnok finn hoki kultúrából, egy top klubból idejön egy csapat, és velük játszunk egy jót, akkor az mindenképpen egy előre mutató lépés lehet, még akkor is, hogyha a konzekvenciákat mindig levonja a stáb meg a szakma. Tehát ugye, amikor egy akadémiai képzésről beszélünk bármilyen sportágban, ugye az azt jelenti, hogy a lehető legjobb körülmények között sportolhatnak tovább a tehetséges fiatal emberek. De még ezen belül is egy olyan bombaerős mezőnyt, elnézést kérek, hogy így mondom, hogy szerveztetek most ide össze Miskolcra, hogy a hazai akadémiák együttesei és az európai top utánpótlás nevelő, vagy felnőtt szinten is meghatározó országok vezető csapatai érkeztek most ide Miskolcra. Egy-két mondatot, Peti, mondj már kérlek szépen a ide látogató vendégekről, illetve arról is, hogy akkor most ez nem teljesen eredménykényszer alatt, hanem nagyon komoly tapasztalatszerzési célokkal megy ez az első akadémiai tornás, inkább. Magának az akadémiai rendszernek az alapvető célja az, hogy olyan játékosokat képezzen a rendszer, akiknek a kimenete, tehát a tetején ugye 21-es korosztályig van az állam által jóváhagyott korosztályi létrevége a jégkorongban, tehát hogy olyan játékosokat képezze a rendszer, akik alkalmasak a felnőtt jégkorong következő szintjeinek az elérésére és az odabeépülésre. És itt rögtön azt is el kell mondjam, hogy ez nem korlátozódhat, és az elvárás sem korlátozódik a magyar, mindenkori magyar bajnokságra, most jelenleg ugye Erste Liga néven fut, vagy a magyar válogatottba való bekerülésre, hanem ezeknek a tudáscsomagoknak úgy kellene összeállnia, hogy a játékosaink alkalmasak legyenek magasabb hoki kultúrába való szereplésre, bajnokságokba való eljutásra. Nyilván
értelemszerűen mindenkinek vágya, hogy minden mellett a tudását a jégkorong válogatott nemzeti csapataiban is meg tudja mutatni, de fordítva generálódik a tudás, tehát jobb játékos, jobb válogatott, és ezzel talán egy kicsit meg is világítottam azt, hogy ha most arról kell vitatkoznunk, hogy mondjuk tavaly U16-ban vagy U14-ben ki volt a hanyadik, meg egyebek, az kettő év múlva vissza kell keresni az almanakokba, hogy egyáltalán ki volt. Nem ez számít, az számít, hogy XY, vagy Z, vagy az a Ferike, az a Pistike, aki itt nevelkedett és végigment ezen a rendszeren, az mondjuk milyen meszt ölt magára, milyen szerződéssel, milyen ligába játszik, és elérte a szakmai célját, mind a mellett, hogy mondjuk a civil életben is adtunk értéket. Ezt várja tőlünk az akadémiai vállalás, illetve ezért kapjuk ebbe a rendszerben azokat a finanszírozási háttérkörülményeket, hogy mi ezt meg tudjuk valósítani, és ugyanez a nyomás is, hogy a mellébeszélés helyett minden olyan ponton nekünk ezt kell stimulálni, éppen ezért szükségesek ezek az ingerek. Nem az eredmény a fontos ebben a néhány napos, négy napos tornában, de mivel jégkorongosokról van szó, meg sportról van szó, természetesen minden gyerek le akarja győzni az ellenfelét, minden edző szeretne nyerni, mert maga a mérkőzés az egyfajta élő visszajelzése annak, hogy esetleg hol járunk. Ott jobban kijönnek azok a hibák, amiket a mindennapokban saját körülmények között el tudunk endőzni, és a bombaerős mezőny, és örülök, hogyha ti is így látjátok, meg esetleg a nézők is felkapják a fejüket néhány névre, az pontosan ezt szolgálja, hogy ne a saját kis megszokott valóságunkban legyünk a utcák, terek bajnokságoknak a legjobbika, hanem tényleg tudjuk ezt mondani, hogy mondjuk a top fintől ennyire vagyunk, a top osztráktól ennyire vagyunk, vagy éppen már utolértük őket, mert ezek az őszinte ingerek, amik oda mutatnak, hogyha nekünk a játékosaink el szeretnék érni ezeknek a bajnokságoknak a szintjét. Ugye, hogy itt most a hazai akadémiák, ugye az Újpest, a MAC akadémiája, ugye a Budapesti Jégkorong Akadémia néven szerepel egy együttes, az Ocskai Gábor, ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia és a DVTK a hazai bázis, és akkor Helsinki, Salzburg, Prága. Igen, Helsinki IFK, őről beszéltünk. Szóval bocsáss meg Péterből, csak azt akarom kihozni, hogy ez egy top elit szint, és elhangzott a részedről, hogy ugye mi lenne a tornának a célja. Mit mutat majd ideális esetben, milyen hasznot hozhat majd a gyerekeknek ez a pár nap, és nektek szakembereknek ez a pár nap? A gyerekekről érintőleg már beszéltünk, tehát meg kell tapasztalniuk azt, hogy milyen a világ, milyen a hoki világ, de ezt mondhatnám ezer más kötésben is, de hogyha nem találkozol ingerekkel, akkor nem tudod eljezni magadat, csak gondolkodsz rajta, hogy jó vagyok, nem vagyok. Aki magabiztosabb, az azt hiszi, hogy mindig jó, aki meg egyáltalán nem, az azt hiszi, hogy semmire se jó. És közben pedig ezeknek a dolgoknak egy valós tükröt kell hozzátenni, és az egyik része, hogy mi ezzel foglalkozunk, és a kollégák nap mint nap tanítják, elmondják, szembesítik, képzik a fiatalokat, és mutatják nekik az irányt, vagy mutatjuk együtt nyilván egész vertikumba, de bárki bármit mondhat, néha tényeknek is beszélniük kell, és a sportban tudjuk nagyon jól, hogy a végén aki nyer, az valószínűleg valamit jobban csinál. De nyerni nem az U16 korosztályban kell, hogy semmi más nem számít, csak a győzelem, hanem az utánpótlás, illetve tehetséggondozó korosztályok, talán én jobb szeretem ezt a szót, arról szólnak, hogy olyan értékeket generáljunk, amiben természetesen egyre inkább benne rejlik a siker is, de nem fordítva. Tehát, hogyha kettő közül dönteni kell, hogy a mi kis játékosunkat azért nem teszem jégre, hogy mondjuk megnyerjem azt a meccset, ami utána két nap múlva senkit nem érdekel, vagy azért teszem jégre, hogy olyan ingert kapjon, hogy egy nyomás alatti helyzetben egy jó ellenfél ellen bukjon, vagy legyen sikeres, de legyen meg az a tapasztalat, hogy ez milyen érzés, és legközelebb ezzel több legyen, akkor gondolkodás nélkül nekünk a hosszú távú akadémiai fejlesztésben, mondjuk egy 15-16 éves gyereknél, vagy 17 évesnél az utóbbit kell választani, és majd amikor a fiatal Galajda Zsombor, Matyasovszki Gergő, vagy Farkas Olivér, hogy még fiatalabbat
mondjak, a felnőtt csapatunkban, a DVTK jeges medvékbe pallírozódik, és ott is ugye esik el, sikeres vagy nem sikeres, ahogy ezt az évet jól láttátok ti is, akkor merülhetnek fel azok a kérdések, hogy ő készen áll-e. És ez egy végtelen folyamat, mert az NHL-ig tartva ott is azok a játékosok bizonyos dolgokat nap mint nap képeznek magukban, és kérnek segítséget újra. Szóval nem a győzelmet szeretném ledegradálni esetleg, hanem a helyes logikát szerettem volna ezzel megvilágítani, és nyilván ugyanez igaz a szakemberekre is, tehát ha valamelyik képzésben, csapatban, valamelyik hoki kultúrában láthatóan kidomborodnak olyan elemek, amik hű, mondjuk azt gondolom, hogy a finneknek a jégkorongos alapjai, korcsolyázás, lövés technika, technikai alapjai, azok talán világszerte híresek, és most az első napnak az impulzusai, vagy első meccseknek az impulzusai alapján a döntéshozatalnak a gyorsasága, fluiditása az szintén egy olyan elem volt, ami több csapatnál szembetűnő volt, és dolgozunk is rajta, de érdekes látni, hogy ugyanolyan idős mondjuk osztrák gyerek esetleg mennyivel van előrébb, és akkor ezen szakmai beszélgetések is elhangozhattak, mert egy csomó háttérelemet is egy ilyen torna magával hoz. Ezzel kellett volna kezdeni, kedves nézőktől elnézést kérek, de a tegező formula az annak szól, hogy hát nagyon-nagyon sok-sok esztendeje ismerjük egymást Péterrel, és így sokkal életszerűbb a beszélgetés. Közben félszemmel nézem az órát is, de még azért jól állunk, Peti. Együtt emelkedik az ilyen tornáknak, az akadémiai képzésnek köszönhetően a gyermek csoporttal, a játékosokkal együtt a felnőtt szakmai stáb is. Ugyanolyan komoly hasznot, merítési lehetőséget ad egy ilyen nagyon erős ellenfelekkel vívott torna az edzői garnitúrának is? Az edzői garnitúrának mindenképp. Ezeket a szálakat, és többek között ez az én felelősségem, és a kollégáimé, össze kell érinteni. Tehát mi ebben büszkék vagyunk rá, hogy a jegesmedvék az ilyen szempontból egy szakmai vertikum, és az üres duma helyett ez azt jelenti, hogy szépen fokozatosan nem vagyunk kész, de hogy az U8-as vagy a legkisebbektől a Tokai Viktor vezényelte felnőtt csapatig tudjuk, hogy mikor, mit, miért fejlesztünk, és hogy a játékos egy folyamatban kapja meg azt, ami szerintünk helyes. Nyilván ez jól hangzik ezt a mindennapokban, edzésre, edzésidőre, edzésvállalásokra lebontva kell tudni, terhelési összetevőkre kell tudni meghatározni, és azért ez egy hosszú folyamat. Még egyszer mondom, az akadémia ugye nem egész egy éve indult, ebben sok teendő van, de a szereplők nyitottak, és mindenki elkötelezett ebben, és onnantól kezdve én azon szeretek gondolkodni, hogy egy bizonyos lépcsőt vagy szintet, ha kimaxolunk, nem eredményben, hanem fejlesztésileg, akkor hol a következő, mit teszünk rá, mint hogyha egy hagymát belülről kifele építenénk, csak fordítva, hogyha a lényeget meghatároztuk, ezt egész jól sikerült, akkor azokat a rétegeket rakjuk rá, és fokozatosan, amitől ez egyre szebb, egyre komplettebb, esetleg egyre nagyobb lehet. Egy kicsit a szerszámos doboz hasonlatot tudnám mondani, hogy az én szememben egy jó játékos, az egy olyan személy, akinek van egy nagyon nagy hokis szerszámos doboza, és abban minden létező jó szerszámot, speciálisakat is beleteszünk a képzés során, hogy amikor találkozik mondjuk egy problémával, akkor benyúl a szegecselőért, és szegecse azt használja. Ha kalapálni kell, ott van egy szép kalapács, és tudja, hogy melyik mire való, és szépen tájékozottan használja, és nem pedig egy darab csavarhúzóval akar megszerelni mindent, mert akkor én leszűkítettem az ő potenciáját. És akkor éppen ezért kérdezem én azt tőled, hogy mint egy zárszóként, hogy ideális esetben, Peti, mi lehet a haszna ennek a tornának? A világ elitje van itt, ugye ebben a korosztályban, egy pár napig Miskolcon vendégeskednek, összemérik a mi U16-osainkkal a tudásukat, erejüket, felkészültségüket. Főként ugye a magyar csapatoknak ez egy hatalmas nagy tanulási lehetőség és haszon, és éppen ezért kérdezem, hogy te hogy látod, hogy mi lehet ennek a 4 napnak a maximális haszna? Az, hogy olyan szakmai beszélgetések tudnak megvalósulni, amiben infomorzsákat, tudásmorzsákat is be tudunk emelni a saját gondolatainkba, mert itt vannak azok a szakemberek is a csapatok mellett, akik őket képzik és jól képzik. Erre vannak szakmai eszmecserék, a minisztérium, a Jégkorongszövetség, a 4 akadémia neves kollégái mind-mind folyamatosan keressük ezeket a beszélgetési lehetőségeket. Erre volt példa és lesz is példa itt a 4 nap során, és utána pedig még a technikai részben
adatokat is tudunk nyerni. Van itt néhány cég, aki beszerette volna mutatni az ő tudáscsomagját, Kinexon, Sensarena, ezek gyakorlatilag GPS alapon mért adatok, virtuális valóságban döntéshozatal stimuláció. Tehát lehet egyfajta ilyen szakmai koncentráltsága annak, hogy neves országokból neves klubok, és kezdve a négy akadémiával, akik első szóra mindig partnerek, és mi nekünk van egy ilyen védés datszövetségünk, mert négyünknek előrefelé együtt kell haladni, tehát sokkal többet beszélünk a négy akadémia vezetésében, mint szerintem nagyon sok évig bármelyik kötésben klubok, és négyen meg nagyon kevésszer valósult ez meg, hogy jó fele menjünk és együtt menjünk, mert együtt okosabbak vagyunk. És ezt szeretnénk kihasználni, ezt szeretnénk a ránk szabott még négy éves keretben, most ebből még három van akadémiai vállalásban megvalósítani, hogy minél messzebb jussunk. Hát majd behívunk Peti, és megbeszéljük, hogy meddig jutott az, hogyha odáig elérünk, de most az adásidő véget ért, így nem maradt más hátra, mint a kedves stúdió vendégünknek, Mayer Péternek, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia szakmigazgatójának köszönöm, hogy felállt a stúdióba. És a kedves nézőket pedig zárszóként arra biztatom, hogy tessenek ellátogatni a Népkerti Csarnokba, mert vasárnapig még zajlanak a meccsek, nagyon izgalmas, nagyon, hogy is mondjuk, csak ritkán látható csemege mérkőzéseket, csapatokat lehet majd itt látni. Köszönöm a figyelmüket, minden jót! Kedves nézőink, ennyi fért a mai kilátóba, legközelebb hétfőn jelentkezünk új adással, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!